teljesen logikus módon most a viszonylag sok pacifikus dolog után én csatázom. Ami van olyan része az egyetem profiljának, hogy valójában ebbe a csatatérkutatásba sikerült beszállnunk. Mindenfélét hallani mindenhol. Most, hogy 26-ban megint ennek évfordulója lesz, valójában ezért került ez ennyire napirendre, ezért foglalkozik vele mindenki. Egyrészt tudományosan ugye ilyenkor fölpörögnek az események, kapnak az egyes kutatóintézetek olyan anyagi támogatást, amivel máskor nem lehetne ezeket a projekteket csinálni, úgyhogy ezért is van ennek egy ilyen felfutása most, úgyhogy sokfélét lehet folyamatosan hallani, és hát ennek van egy ága, ami az egyetemhez kapcsolódik. Valamennyire azt azért megpróbálnám elmondani, hogy ez valójában miért is érdekes, meg miért lehet mindenfélét hallani. Az egyetlen ilyen nagyon fontos pont ebből a csatából, hogy ez egy nagy csata. Tehát, és mindig el szoktuk bagatellizálni, hogy nem voltak a magyarok eregen, nagyon nem ért oda mindenki, borzalmasan sokkal többen voltak az oszmánok. Igen, de az a sereg, amit a magyar királyság ekkor ki tudott állítani, az nagyjából a maximum volt, amit lehetett, és európai viszonylatban ebben az időben ennél nagyobb hadsereget senki nem állított ki, tehát nagyobb csaták nem nagyon voltak. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen nem szabad negatívan megítélnünk, amit II. Lajos össze tudott hozni. A másik dolog, hogy ehhez képest természetesen van egy iszonyú méretű túlerő a túloldalon, amivel megint adott körülmények között nem lehetett mit tenni, az van. Úgyhogy ilyen 40 ezer fő körül a magyar oldalról, és ezért 200-300 ezer főt számolunk az oszmán oldalról, azért egy jelentős különbség. A másik fontos pont, hogy ugye mikor kerül a csatára sor. Tehát mindig elhangzik, hogy rosszul volt a hely kiválasztva, rossz időpont, bármi ilyesmi. Azonban ezeknek a hadi előkészületeknek van egy menete. Az európai rendszerben egyszerűen az adókat ki kell vetni, ahhoz országgyűlési határozat kell, utána szét kell küldeni az embereket, be kell szedni az adót, és valójában nyárra ér oda az állam, hogy el tud indulni a sereg. Ellenben a nagyon szépen központosított oszmán államban erről szó sincs, amikor a szultán azt mondja, hogy indulunk, tehát valójában ők májusban el tudnak indulni Isztambul mellől, és viszonylag hamar ide érnek. Úgyhogy ezért szokott az lenni, hogy általában az európai és a magyar seregek is olyan augusztus körül eljutnak odáig, hogy akkor tudunk csatázni, ellenben őket nem zavarja, hogy télen is lehet. Az oszmánok meg májusban már el tudnak indulni, mindig Isztambul mellől indulnak, de ők télre szeretnek hazamenni. Úgyhogy ebben van egy ilyen nagy, mondjuk azt, hogy olyan ellentét, hogy valójában augusztusra a törökök már bőven ide érnek gond nélkül. Úgyhogy ez az, amit látunk itt is, ugye augusztus 29-én volt a csata. A magyar állam eddigre tudta összeszedni a hozzátartozó dolgokat, sőt ugye vár bizonyos nyugati pénzeket, amiket csak akkor lehetett lehívni, amikor egyértelmű volt, hogy az oszmán hadsereg felénk indul meg. Nem keletre, nem a valamelyik másik földközi tenger irányában, nem tényleg Magyarország a célpont akkor. Úgyhogy ez is hátráltatta, hogy mikor lehet nekiállni, készülődni. Ezek után azt a pontot próbálták megtalálni, amire a legdélebbre van, és elérhető, így lett Mohács. Ugye ennek azért vannak olyan pontos, vagy fontos dolgai, amik még mellette szóltak, ugye ott a Duna. A Dunán sok mindent lehet hozni, vinni, közte ágyút, meg ellátmányt, ennivalót, mindenféle egyebet. Tehát emiatt a Duna közelsége az egy teljesen jó dolog. A Dunát nem mindenhol lehetett megközelíteni, de Mohácsnál éppen itt igen, tehát ott egy jó kikötő van. A délről viszont ugye valamennyire a Karasicának a torkolatvidéke, meg az a eléggé bizonyos területek, amik ma már horvát területesnek, az meg nehezítette egy kicsit az oszmán előrehaladást. Úgyhogy valójában ez volt az a legdélebbi pont, ahova a magyar király el tudott jutni, és még az oszmánokat meg tudta előzni. És valójában ezért álltak itt meg, és nem is mentek délebre, mert akkor már a földrajzi körülmények nekik, tehát a magyar részről lettek volna sokkal negatívabbak. Valójában, amin most a nagyobb eszmecsere és mindenféle tudományos vita
folyik, hogy hol volt a csata. Egyik kedves kollégánk így nagyon aranyosan odajött, hogy Adrien, jól értem, 2 darab kilométeren vitatkoztok? Igen. Tehát valójában valamilyen részről így nézve igen, tehát hogy egy kicsit elrébb vagy kicsit arrébb, de ez azért így csak nagyjából, mert vannak azért olyan részletkérdések, amik tényleg tisztázásra várnak, és vannak olyan pontok, amik most talán megoldhatóak lesznek. Vannak olyan új források, amiket például nem a pázmány, de ehhez kapcsolódóan bekerült most a tudományos életbe, ezt Fodor Pál, aki publikálta, egy oszmán veszteség lista került elő, ez valójában szerintem hát egy fél éve, tehát teljesen véletlenül ilyen jellegű iratok nagyon ritkán kerülnek pluszban elő, főként ebben az időszakról. Úgyhogy ez egy különleges történet. Nincsenek valójában oszmán veszteség listák úgy általában a csatákról, tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy erről van, és nagyon jó, hogy megtalálták. Ezen néhány száz ember neve szerepel, tehát olyan, mintha ebből a 2-300 ezres seregből nagyon minimális veszteség lett volna. Eddig olyan 30 ezres veszteséget vizionáltak a kutatók. Most elképzelhető, hogy ennél egy sokkal szolidabb számmal lehet majd számolni. Ez annyiban érdekes, hogy ugye megvan valamennyi tömegsír, hogy hát most akkor mennyi halottat keresünk. Ők ezért valahol ott vannak ezen a területen, mennyit kellene fizikailag megtalálni, ugye a régészet erre képes lenne. A másik oldalról a magyar veszteségekről egy olyan kb. 24 ezer főre teszik, tehát hogyha a török csak néhány ezres, akkor elképzelhető, hogy ez a 24 ezer fő is nagyon túlzó, úgyhogy abban az esetben ott is egy ilyen változás várható esetleg, hogy mit gondoljunk erről. Ami ennek a helyszínnek a nehézsége, ugye ez valamennyire ez a vidék, hogy hát az ország határon van. Ami, hát itt ez egy a második katonai felmérésen lévő, vagy annak a Mohácsi csatamezőről szóló képe. Itt az országhatárt narancssárgával húztam át, így megint megelőgetek magának. Úgyhogy azt mutatja, hogy valójában ennek a majdnem 100 négyzetkilométernek a területén most, hát egy szöges drót van. Eddig voltak olyan időszakok, amikor szintén a határ egy nehézen átjárható dolog volt, sőt a túloldalán háború volt, esetleg elakmásított terület. Ez csak azért nehéz, mert egy darab régészeti vagy történeti egységet nem tudok ezek szerint egy ugyanolyan módon kutatni. Ugye a régészeti szempontból, tehát mi ki szoktunk menni a terepre, tehát az ember úgy fontos, hogy odaférek vagy nem férek hozzá. Történeti szempontból ugye a források, mondjuk azt, hogy a terepre menés nélkül elérhetőek, tehát abból a szempontból mindegy, hol az országhatár, nekünk régészeknek nem. Egy pillanatra szeretném mégig mutatni, hogy mi az, ami történt. A legutolsó ilyen nagyobb kutatási hullám az 50 évvel ezelőtt volt, az előző évforduló kapcsán. Akkor hát szintén megpróbálták megtalálni a sírokat, hogy hát itt elvileg kéne lennie 24, majdnem 30 ezer embernek ugye a törökökkel együtt, hogy azok hol vannak, tehát ha lehet megkeresni. Erre az volt az ötlete Pap Lászlónak, hogy egy ilyen markolóval föl ilyen hosszú árkokat húzott, de hatalmas felületen, nem? Tehát ezek a nagyon sok kicsi, ilyen kis vonalka, ezek ilyen árkok, amit ő az egész területen húzogatott, hogy hát ha valahol belefut a tömegsírokba. Ebbe egy helyen sikerült, a többiben nem. Most 5 van az emlékpark területén. Valójában ezekkel a szondákkal az összes többi mellett elment. Ezek olyan pici kis sírcsoportok, relatív, tehát hogy egy ilyen módszerrel sem sikerült neki megtalálnia. Ellenben, ami számunkra azért macerás, hogy amikor ő föltárta, az látszik, hogy hát teljesen körbe ásták. Tehát most megnézném azért azt, hogy hát az a gödör, amiben benne van, az mesterséges vagy természetes, és beásták vagy nem, milyen az oldala, de teljesen esélytelen, mert hogy akkor rátisztítottak a csontok tetejére teljesen, és körben egy hatalmas placot lepucoltak, és ott hagyták. Aztán, amikor a parkot csinálták, találtak még, ez egy még további 4 ilyen tömeg sírt, és mindegyiknek így a tetejére rá tisztítottak, és körbeásták, úgyhogy valójában
nagyon sok információ akkor elveszett, mert örültek annak, hogy ezeket megtalálták, és több nem mindent hagytak úgy meg az utókornak. De ott hagyták őket, tehát rengeteg olyan információt viszont ott hagytak, amit a mai kutatással sokkal-sokkal jobban föl tudunk tárni. Azért az 50 év alatt rengeteget, vagy most inkább már 80, rengeteget fejlődött a régészetnek a módszertana is, úgyhogy vannak olyan, majd egy pár dián megmutatom, hogy ezekkel mivel tudunk többet tenni. A paplászló kutatásai mellett volt egy nagyon lelkes ember, aki Mohácsi születésű, ott lakott, valójában, tehát hogy egy ilyen kétkezi munkás ember volt, viszont állandóan járkált a csatatéren, és mindent összeszedett, amit talált, rengeteg őskori lelőhelyet, azonosított középkorit is, de az összes csatához kapcsolódó dolgot is összeszedte, illetve ugye ismerte a mezőgazdaságban ott dolgozó embereket, tehát itt kifordított egy kardot, ezekkel ott a nem tudom micsodát, és ezeket azért ő össze tudta szedni, és ő jó viszonyban volt a Pécsi Múzeummal, tehát beadta a tárgyakat. Nem régen halt meg, tehát ő egy ilyen tiszteletben álló bácsi volt, és hát tényleg ő falvakat is megtalált, ami annyiban fontos, hogy a leírásokban vannak települések, tehát amik már elpusztultak. Ezeknek a helyét, hogyha tudnánk pontosan azonosítani, akkor a csata rekonstrukció az egy kicsit stabilabban tudna állni. Ebben az időszakban azért a csatának a kivenetelét is ugye próbálták rekonstruálni, Négyesi Lajos katona, és éppen ezért teljesen más aggyal, nézőponttal vizsgálja ezt az egészet. Úgyhogy ő, mint katonaember foglalkozott és tette helyre, hogy ő hogy gondolja, hogy zajlott le ez a csata. Mert hogy valójában a csata lefolyását az hadtörténészek tudják ténylegesen rekonstruálni. Tehát az, hogy melyik hadtest hogy állt föl, ki ellenében, és milyen mozgások voltak, körülbelül ez az egész hogy zajlott le. De ehhez nagyon sok extra adatot tudnak a történészek is hozzárakni, meg a régészek. A hadtörténészek közül ugye Négyesi Lajost emlegettem, és még Szabó János az, aki ezzel foglalkozik, ugye nekik van már monográfiájuk, mi egymás ebben a témakörben, de továbbra is foglalkoznak vele. A történészek egy másik irányból közelítik, egyrészt foglalkoznak vele a koraújkorral foglalkozó kollégák, Sudár Balázs, Varga Szabolcs, Fodor Pál, akik ennek a háttéranyagát, tehát például a települések, hogy hol voltak, azoknak a lokalizálását, az úthálózatnak, mert az nagyon más volt akkor, mint akár 100 évvel később is. Valamint a középkoros kollégák is foglalkoznak ezzel, ők például ugye nagyon sok cseh és más területről, a Német-Római Birodalomból érkező katona is volt a Mohácsi csatatéren, tehát például az ő levéltári anyagukat, kik érkeztek ide, hányan érkeztek, ilyesmiket is föl lehet gyűjteni, mert még eddig nem történt meg. És akkor vannak a régészek, akik közül ugye Bertó Gábor, aki most a János Tanonius Múzeum vezetője, hát lassan több mint 10 éve foglalkozik már kollégáival együtt a csatatér kutatásával, és valójában a Pázmánnyal együttműködésben régen is és most is. Ő munkáiból már mindjárt fogok sok mindent mutatni, illetve Pálffy György antropológusként nem olyan régen csatlakozott ehhez a kutatáshoz. Amit megpróbálnak ugye kideríteni, hogy hol volt a csata, hogyan zajlott, kik vettek benne részt. Ennek egy része az, amihez a régészet mondjuk tényleg hozzá tud szólni. Nagyjából végigvennénk, hogy miért és miket. Mert hogy azért szeretném, mert ez megint egy felkapott dolog a médiában, és nagyon sokszor olyanokat is próbálnak a régészettől elvárni, amit nem fog tudni megmondani, és nagyon sok olyasmire viszont egyértelmű adatokat tud mondani, amire mondjuk nem feltétlen gondolnának. Ugye az, hogy hol voltak a falvak, merre voltak a vízjárta területek, ezek az miatt fontosak, mert hát ahol vízjárta terület volt, ott nem lehet harcolni, ahol a falvak voltak, azok valamennyire megjelennek a leírásokban, ahhoz képest lehet viszonyítani, tehát ezeket nagyjából meg tudjuk mondani. Vannak terepjelenségek, amiket most már az új módszerek
lehetővé teszik, hogy azonosítsunk, és természetesen akik vettek részben neveket nem tud a régészet adni, de antropológiai adatokat az előbb említett ilyen stronciumos vizsgálat alapján akár lehetne tényleg, hogy Európa mely részéről jöttek. Azt el lehet különíteni, hogy ők most az oszmán sereg vagy a magyar sereg részei, tehát ilyesmikre azért alkalmas a régészet, sőt, rengeteget hozzá tud tenni. Ugye az egyik rész, hogy falvak. A falvakat per pillanat azért terepbejárásos módszerrel, illetve annak roncsolásmentes módszerével lehet majd megmondani, illetve kiegészíteni az ismereteinket. Nagyon fontos, hogy mindez együttműködjön azzal a társtudományokkal, hogy ilyen mikroregionális kutatás szintjén, hogy annak a földrajzi környezetét is lehessen rekonstruálni, és akkor ezek után lehet valamit mondani a csatáról. Most ugye az, amit nem fogunk tudni soha megmondani, hogy effekt régészeti módszerrel, tehát hogy hol szaladtak a lovak. Tehát, hogy annak nincs nyoma. Tehát nem. Tehát, hogy valójában van valamennyi olyan dolog, ami ebben támpontot adhat, de erre mondjuk azt, hogy konkrétan nem fogjuk tudni megmondani. Az, hogy hol volt a tábor, azt igen, az valószínű régészeti adatokkal megmondható lesz. És vannak olyan harci események, amiket lehet fogódzókat tennünk. Ami éppen ezért fontos, vagy amennyire lehet, próbáljunk meg valójában minél jobban együtt dolgozni mindenféle tudományággal, de ez nem annyira egyszerű. A régészeti résznél ugye, ami gondot okoz, az per pillanat tényleg a helyszínen lévő, hát mondjuk úgy, hogy gondok, tehát az egyik olyan, hogy ez azért egy megművelt terület. Nem lehet bármikor kimenni oda. Ha rajta áll a gabona, akkor nem lehet. Ha a gazdának éppen olyanja van, és nem enged rá, akkor sem lehet. Ugye ott van az országhatár per pillanat egy szöges dróttal, tehát azon nem annyira lehet átmenni. Az országhatár túloldalán más a jogi keret, tehát nem lehet oda például mindenféle régészeti módszerrel megjelenni, de ennek az egész csatatérnek a fele az oda át van. Tehát, hogy lesz egy ilyen aránytalanság, hogy mi az, amit meg tudok csinálni magyar oldalon, és mi az, amit horvát oldalon, nem lesz minden adat összehasonlítható. Az egyik dolog, amiben azért nagy erőrelépés van, azért az, hogy a településeket meghatározzuk. Nagyon ebben az elmúlt 10 évben Bertók Gábor szervezésében, vezetésében egy nagyon komoly kvázi közösségi régészeti módon terepbejárások vannak, fémkeresősök keresik a csatahelyét, de ugyanakkor falvaknak a lokalizálására is alkalmaz, és ez a módszer és bizonyos településeknek a lokalizálása így meg is történt. Ehhez kapcsolódóan a párhuzamban azért a történész kollégáktól is ugye jönnek be adatok, erre a területre vonatkozó törökkori források feldolgozása, az összeírások megtörténtek, azoknak az elemzése, kiadása. Amiket itt bekereteztem, azokat a falvakat kellene megtalálnunk. Ezeknek egy része ma is létezik, egy része nem létezik. A létező falvaknál kérdés, hogy pont ott volt-e a középkori, ahol a ma élő falu van, vagy esetleg arrébb, mert ebből az időszakból azért pont a háborúskodás miatt bőven elképzelhető, hogy nem ott települ újjá. De lényegében ennyit keressünk meg, ezeket keressük, név szerint legalább tudjuk. De mit keresünk? Tehát egyrészt a baj az, hogy amit én a terepen megtalálok, azok nem csak az 1526-ban állt falvak, hanem az összes többi, ami előtte is állt. Tehát az árpádkoriak, mindenféle ilyen korábbi avar és egyéb történetek is. Úgyhogy azokat le kell szűrni. Egyrészt ezek a falvak nehezen megtalálhatóak, ilyen kis földbe mélyített házacskákkal készültek itt is az Árpád-korban. A koraújkorban ugyan már kinőnek a földből rendben ezek a házak, de akkor is ilyen, hát nincs falszerű maradványuk, tehát ilyen föld-föld dolgokat kell megtalálni, amit a legjobban azért mai nap is csak ásatási körülményekkel lehet. Vannak éppen ezért olyan adatok, amiket már a környéken mindenféle ilyen gabonasiló építésekor, vagy a vízvezeték fektetéskor megtaláltak, tehát ezek azért itt is, ahogy mennek a beruházások, a feltárások előtte is mennek, tehát vannak olyan települések, amiket templomokat, amiket már
a Pap Lászlóék, vagy azóta megtaláltak itt temető részlet, templomot is talált, azért van középkori templom, vagy temető, valószínű középkori falu is volt. De hogy ezek azért kis felületűek, viszont jó adatok, hogy azért ott biztos, hogy volt település. Itt csak néhány kép, hogy körülbelül mik azok, amiket találtak, meg mi az, amit keresünk. Valójában az a lényeg, hogy ezek nem olyan könnyen megtalálható dolgok, és a koruk sem feltétlen, mondjuk azt, hogy mindig egyszerűen eltűnthető. A másik, hogy nincs ott a névtábla. Tehát az, hogy én melyik falu vagyok, az nincs odaírva. Ez per pillanat azért fontos, mert van egy darab falu, amit nagyon kergetünk, ez a Földvár nevű település, amit hát ki azt mondja, hogy itt van, ki azt mondja, hogy ott van. Bevallom őszintén, most nekem a legszimpatikusabb Máté Gábor néprajz kutató, és ő a Pécsi Egyetemen dolgozik, és ő is ezzel a déli lác virággal foglalkozik. És hát most egyre jobban úgy tűnik a történeti adatok elemzése alapján is, illetve a most csak néhány kép, hogy körülbelül miket keresünk, vagy mik vannak a helyen, hogy a el fogom találni ilyen távolságból? Talán. Szóval, hogy udvard település mellett van egy középkori falu. A maga a régi térképes adatok elemzése alapján ez a Földvár, ez valahol ennek az udvar nevű településnek a határába kéne legyen, és a Máté Gábor azt mondja, hogy valójában van egy olyan nyelvi fejlődés, ami alapján a Földvárból udvar lesz a déli nyelvek bekavarásával egyenértékben. Úgyhogy elképzelhető, hogy itt azért a régészeti, történeti és néprajzi adatok szépen össze fognak érni, és végre ezt a falut sikerül már megnyugtatóan helyére tenni. A néhány életkép, a télben, hóban, sárban, melegben, mindenhol. Itt nagyjából azt foglaltam össze, hogy tényleg mik ezek a gondok, amik kicsit nehezítik a kutatást. Ugye a másik ilyen dolog, hogy hát vannak ezek a drága rácbetelepülők a törökkor folyamán, meg kicsit előtte is, akik pont olyan lakókörülmények között éltek, mint az átvárkoriak. Tehát még a kerámiájuk is ugyanolyan nagyon minimális fémanyag az, ami különböző, mint az Árpád-kori, úgyhogy viszonylag nehéz, és a kutatásnak, hát most valójában ezekben az években merül föl, hogy ezeket hogy tudjuk azonosítani. Tehát az ő településeiket is le kell szűrni ebből a sok-sok településből, hogy mi az, ami középkori, mi az, ami ez a rác, tehát 1526-ban még nem volt, de gyanúsan Árpád-kornak néz ki, úgyhogy szerencsére azért van még ebben is mit tenni. A leletanyag feldolgozásában minden régész katasztrofálisan áll, úgyhogy itt is, hogyha ezt végre lehetne csinálni, hogy amíg például a fémkeresőzés során előkerültek, azokat rendesen föl tudjuk dolgozni, ezért sok mindenben többet tudnánk látni, de ez a rác kérdés, az meg szerencsére most igazából fölmerült, és lehet már végre számolni vele. A másik, amit megpróbálnánk azonosítani, az az úthálózat, mert hogy a törökkorban megváltozik, tehát 1526-ban nem az van, mint a törökkorban. Ezeket egészen jól lehet a mostani felmérésekkel, illetve a 18. századi térképekkel. Az egyetem is nagyon presszionálja a hallgatókat, hogy a QGIS és mindenféle GIS programokat legyenek szívesek, ilyen térinformatikai programokat használni, de a lényeg az, hogy valójában ott tartunk, hogy ma egy ilyen mezei régész is képes olyan térinformatikai programokat könnyedén használni, amivel a régi térképeket a maira rá tudja torzítani. Itt látható valamennyire, hogy rá van az előző. Tehát, hogy ezek a Hungarikánál fönt van nagyon sok 18. századi térkép, és akkor ezeket az ember ma már így maga rá tudja a mai valóságra torzítani. És onnan nagyon sok minden át lehet rajzolni, és meg lehet nézni, hogy mennyire alkalmazkodik, vagy passzol például a középkori településeinkhez. Egészen jó rajta vannak a 18. században mutatott utakon a középkori települések, tehát azért ezek jó része azért él. A Dunapartival van igazából bajunk. Úgyhogy valamilyen úthálózat azért ezen a vidéken is megálmodható a törökkorra, ami egyértelmű, de ez a írott források elemzése és Varga Szabolcs és Sudár Balázs munkája nyomán, hogy a Dunaparton haladó észak-déli nagy út az a középkorban nem működik, hanem az északról
ez nagyon idióta, hogy fölfelé kell mutatni. Na mindegy. Az északról jövő út, az elmegy a dombok lábánál, és soha nem kanyarodik le ide délnek. Ez a török korban hát az Oszmán Birodalom építi ki magának, és hadi útnak használja valójában ezt az utat. A következő kép, ez egyrészt a színeket óvatosan, mert ez tehát nem vizet és nem víztelen területet mutat, hanem csak mélyet és kevésbé mélyet. Lidarral készült, és ha minden igaz, akkor Bertók Gábornak sikerül az egész területet majd egy hasonló felméréssel is megcsinálnia. A lényeg az, hogy ez nagyon pici szintkülönbségeket képes megmutatni, és ezáltal azokat a vízfolyásokat, akár utakat lehet rajta azonosítani. És ez egy bűvész trükk. Mert innentől, hogy én hogy árasztom el vízzel, az már rajtam múlik, hogy mit akarok. Úgyhogy mostanában látunk olyan megoldásokat, amikor hát kicsit jobban felemelik a vízszintet benne, mint ahogy valójában lehetett, mert hogy azért vannak nekünk középkori falvaink, amik hát biztosan mutatják, hogy ott nem lehetett akkor vízjárt a terület, mert nem lenne ott a falu, tehát akkor ő ott tocsogna. De hogy azért ezekkel én úgy gondolom, hogy óvatosan kell bánni, mert tudjuk, hogy ott medrek vannak, tehát ez is a Borzapatak medre, de hogy a környező rész az mikor és mennyire volt vízjárt, ezért ez határeset. Itt a 18. századi térképekről lévő patakmedrekkel rajzoltam össze, és itt azért szépen látszik, hogy passzol ehhez a felméréshez. Tehát tényleg arra futottak le a patakok. Az is igaz, hogy úgy tűnik, hogy ezek pont ezen a részen egészen változóak. Tehát ahogy lezúdul ezekről a dombocskákról, hogy merre indul a víz, az nem feltétlen volt állandó. De az utaknál is látszik, hogy olyan, mintha nagyon közel a patak mederhez mentek az utak, tehát hogy nem lehetett azért annyira vizes, hogy ott ezt ne tehesse meg. A másik dolog ugye, hogy kik vettek részt a csatában. Az elmúlt években az egyik tömegsírnak a feltárása megtörtént. Hát elég horrorisztikus, tehát tényleg látni, hogy behúzkodták oda az embereket. Egy jó néhánynak feje se volt, a másiknak most úgy gondolják, hogy legalábbis megpróbálták lefejezni. A testrészek egymás hegyén hátán, a kikihez tartozik, az annyira azért nem egyértelmű elsőre. De éppen ezért, ahogy ezt dokumentálni tudták, ez egy fotó 3D-s módszerrel minden egyes szintet, tehát végigfotózták, végig mért pontok voltak, egy ilyen 3D-s képi, ez összeállítható, illetve antropológusok folyamatosan jelen voltak, úgyhogy így közel 300 egyént sikerült egy ilyen 4x4-es kockából kiszedni, ami nagyon, hát ugye egyrészt a felső rétege nagyon sérült volt, mert hogy a 60-as években kinyitották, és ugye akkor azért a visszatemetéstől mindentől eléggé sérültek a legtetején lévő, lejjebb viszont azért ilyen szempontból épebbek voltak. Nem nagyon volt mellettük melléklet, de azért néhány ruhakapocs, egy-két puskagolyó, ilyesmi volt. Tehát mondjuk azt, hogy hogy Mohácsi csatához kapcsolódik, és nem valami hunbetörés, tehát hogy ezek azért egyértelműen megállapíthatóak voltak azért most is. És elvileg a további vizsgálatok adhatnának arra választ, hogy ők kicsodák. Lehetnek egyrészt ugye a katonák, a sírokban talált bázak nagy része férfi, és hát mondjuk úgy, hogy nem öreg és nem túl fiatal, tehát ilyen katonakorú, de ettől függetlenül ugye lehetne a táborban maradtak egy része is. Ennek a megválaszolása én úgy gondolom, még a további antropológiai elemzéseken fog múlni. Úgyhogy mindezek után én úgy gondolom, hogy valójában az a legfontosabb, hogy hát most ne egy ilyen egymás mellett elbeszélés legyen, hanem amennyire lehet a különböző tudományágok tudjanak együtt dolgozni, tehát a régészet, a történettudomány, és hát valójában a földrajztudomány olyan szempontból, hogy a tájrekonstrukcióra szükségünk van, tehát hogy melyik volt a vizes terület, melyik nem. Fölmerült ugye mostanában olyan, hogy II. Lajos nem is a Cselébe fulladt bele, hanem a Dunába, tehát ez egy nagy marhaság.
rengeteg irányból lehet bizonyítani, hogy az tényleg a patakba, de hát ez a patak az ugye nem egy bokáig érő patak, hanem éppen akkor egy megáradt patak. A másik dolog, hogy most képzeljünk már el páncélba valakit, tehát azért az nem egy egyszerű történet, abban bárki rosszul mozdul és vízben, akkor túl sok esélye nincsen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy kicsit 26-ra biztos komoly eredmények lesznek. Elképzelhető, hogy azért a kutatás utána is fog tovább folyni, és akkor fog igazából letisztulni az az egész kép, hogy mit is gondolhatunk erre a csatáról. Most a János Pannonius Múzeum vezetésével és az ő kereteiben nagyon komoly terepi munka folyik. Mi nagyon sok mindent próbálnak elérni a hatás túloldalán is, mert hogy ott fémkeresőzni csak régész fémkeresőzhet egyáltalán, és éppen ezért nehéz oda egy olyan csapatot vinni, aki segít a régészeknek, de valamilyen olyan együttműködés most már sikerült kialakítaniuk, hogy ott is viszonylag sok mindent lehet akár azonosítani, illetve megtalálni. Most annyiban nehéz még a ilyetén módon a csata azonosítása, hogy 1526-ban a legfőbb fegyver az az íj és a nyíl, és kevésbé a puska. Na most a nyíl hegyeket, egyrészt a nyilakat valamennyire össze lehet szedni, ellenben a puska golyót nem, de a nyíl hegyeket nem fogják megtalálni a fémkeresősök, mert az ólomnak más a hangja, azért lehajolnak. A nyílhegy meg vasból van, ugye? Rengeteg vas szemét van a földben, tehát valójában mindig le kéne hajolni a minden egyes percbe valamiért, és annak mondjuk a egy ezreléke lenne régészeti dolog, az összes többi az sörös kupak, pap, nem tudom, cigicímke és más ilyen rettentően oda nem illő dolog, de hogy pont ezért nem teszik meg. Tehát nem állítják úgy a műszert, hogy az összes vas dolgot is bejelentse nekik, úgyhogy nem lesznek meg a nyílhegyeink, nagyon minimális mennyiségben, tehát az, hogy valójában a csatának a döntő részét adó, hát mondjuk így, hogy lovasütközet, ami nyilakat is, vagy többnyire azt használ, arról nem lesznek ilyen jellegű információink. Ellenben az, hogy ebben a csatában résztvevő gyalogosok, főként csegyalogosok, akik puskával vannak felszerelve, azok hova vonulnak vissza, és ők körülbelül hol voltak, arról lesznek. Tehát azt nagyjából lehet majd azonosítani. Egy baj van, hát nem is minimum 150 év, de valójában inkább 1526-tól fölfelé egészen a 18. század közepéig, a hadak erre fele vonulnak. Tehát az összes török had 150 éven át itt ment el, és minden katona lelkesen elhagyta a puskagolyóját. Utána a kuruckorban megint itt egy elég nagy jövésmenés, hadakozás volt. Hadak is kilőttek egy pár puskagolyót, tehát azt leválogatni, hogy ezt a Mohácsi csatában lőtték ki, ezt 100 évvel később, ez 150 évvel később, ez nem biztos, hogy mindig működik, mert hogy a puskagolyó kalibere valamennyire változik, de valójában van akkor átfedés, hogy azért ezt módjával lehet mondjuk úgy, hogy feltétlen használni. Ólomvizsgálattal egyebekkel lehetne azért szűkíteni a dolgot, de azok, hát majd meglátjuk, hogy arra milyen keret meg egyebek vannak, úgyhogy ez is nehezíti ennek az egésznek az értelmezését, illetve számolni kell vele, tehát hogy nem szabad kihagyni. Úgyhogy köszönöm szépen, én nagyjából ennyit akartam a Mohácsi csatáról.